Izgatottan készültünk a Feel Soul Good lélekközösség első önálló rendezvényére. Valami igazán őszinte és lélekemelő élményt szerettünk volna adni azoknak a pároknak, akik hosszú idő óta várják a gyermekáldást. Meghívott vendégeink arról is meséltek, miért érezték fontosnak, hogy megosszák tapasztalataikat a még mindig tabunak számító témában. Nem öncéllal álltunk ki az emberek elé, hanem azért, hogy segítsünk. Alapvetően ez egy női téma, de hogy mint férfiak részt veszünk benne, és szeretném, hogyha erről sokkal több szó esne, hogy egy férfiban mi zajlik. Hát, hogyha most közgazdász lennék, azt mondanám, hogy ez egy piaci rés Magyarországon, és szeretnék segíteni másoknak abban, hogy azt az energiát megspórolja, amit nekünk bele kellett ebbe ölni, a pénzről nem is beszélve. Pont ezért szeretnénk bár minden alkalmat arra megragadni, hogy így szemtől szembe tudjunk azoknak a nőknek, férfiaknak segíteni, akik erre rászorulnak. Töretlenül hiszek abban, hogy csak a személyes együttléttel, beszélgetésekkel lehet egy téma feszítő tabu tartalmát megtörni, és hogy ezzel a témával kapcsolatban is nagyon sok olyan tabu van, ami fontos kezelni valamilyen módon. A Lombik program folyamata során nagy a párokra nehezedő teher. Vendégeink azzal is igyekeztek segíteni, hogy elmesélték, ők mibe kapaszkodtak a megélt mélypontokon. Mélyponton csak egymásban. Én két dologba tudtam kapaszkodni, egyik a feleségem. És abba a hitbe, hogy van egy testem, de van lelkem is, és ez a kettő annyira összekapaszkodik, hogy az egyik segíti a másikat. És rajtam kívül is még ott van valaki, akinek szintén van teste, lelke és figyelme rám, és szerintem az az érzés, ami bennünket összetart, ez mindenek felett van, hiszen a gyümölcs az a szerelemből lesz. A pszichodráma adott nekem erőt, ott a csoport megtartott igazából, és ez a kettő az, ami tovább lentített mindig a mélypontokon. Szeretjük fölcserélni a sorrendet a boldogságunk definiálásában, és azt gondolni, hogy feltételei vannak a boldogságunknak, hogyha lesz gyerekem végre, akkor boldog leszek, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a sorrend fordított, hogy először a boldogságunkat, a jólétünket lenne érdemes valamilyen módon összerakni, azokból a forrásokból, amik rendelkezésünkre állnak, ezeket mozgósítani úgy, hogy tapintható legyen az nap mint nap, hogy jól érzem magam a bőrömben. Amennyire ez lehetséges, megpróbáltak jó tanáccsal szolgálni azoknak a pároknak, akik épp most mennek végig ezen a testileg és lelkileg is megterhelő folyamaton. Az én elsődleges tanácsom az, hogy tényleg legyél abban biztos, hogy szereted azt az embert, aki ott van mellette, tehát hogy elindulsz egy úton, mert ez tényleg nagyon rögös. Ez nem csak szimpla házasság, ami tele lehet mondjuk vitával, veszekedéssel, hanem ez tényleg egy annál sokkal rögösebb út. Sok tanácsot nem tudok adni, leginkább annyit, hogy kitartás, és hogy menni kell előre, és csinálni kell. És hogyha eljön az a pont, hogy úgy döntenek közösen, hogy nem csinálják tovább, akkor pedig ezzel kell megbékélni. A másik, hogy egy orvos nem mindenható. Hogyha bármi megérzésünk van, hogy még szeretnénk többet, menjünk el még egy orvoshoz, lásson több orvos. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni erre a lombikozásra, hogy mi csak a genetikai örökítő anyagunkat adjuk hozzá, holott van egy olyan lelki háttere, ami bizony elő fog jönni menet közben, és hogyha belegondolunk, hogy egy természetes módon létrejött terhességnél is ugyanez van, hogy a nőt támogatjuk, ott is megélnek olyan érzelmi hullámokat, ami normál körülmények között nem. Ez a lombikra hatványozottan igaz. Én azt a két kulcs szót tartom ezzel kapcsolatban fontosnak, ami az elfogadás és az elengedés, hogy ami fölött nincs kontrollom, azt képes legyek átadni, akár egy szertartás keretében is, és ami fölött van, azzal kapcsolatban pedig legyen az a megnyugtató érzésem, hogy
hogy annyit teszek meg érte a fejlődésem minden szintjén, amire képes vagyok.